Igazából most vagyunk, ez három évvel ezelőtt még üresen álló önkormányzati területek, vagy telkek voltak, és egy befektető érdeklődés után döntött ugye az önkormányzat, hogy bérben aztán eladja ezt a területet. Amint láthatjuk, a befektető már is készült a naperőmű kivitelezésével, fél meg a teljesítmény, és az idei évben már egész évben üzemelt, ezt tavasszal sikerült elindítanunk, üzembe helyeznünk. Ezzel az önkormányzat szempontjából azért fontos ez a beruházás, mert iparűzési adóbevételt jelent a településnek, az pedig legalább 20 év tekintetében egy ilyen működő naperem vagy naperőmű viszonylatában nem kevés összeg, és egy biztos önkormányzati forrás. Récsei Gábor szakcsporgálmestere elsődlegesnek tartja a helyi iparfejlesztést. Több olyan beruházás is indult a településen, mely hosszú távon a helyi adóerő képességet növeli. Ilyen ez az útfejlesztés is, mely első lépcsője a további várhatóan több lépcsős gazdasági övezet kialakításának. Mindenféleképpen fontos a gazdaságfejlesztés tekintetében az, hogy olyan infrastruktúrával rendelkező, ami egyrészt vonzó lehet egy befektető számára, vagy befektetni szándékozó cég számára. Én azt gondolom, hogy az elkészült útburkolat, közművek, víz, villany, tűzivíz, illetve közvilágítás egy jó üteme annak, hogy sikeresen tudjuk ide vonzani a befektetni szándékozókat. Egyébként az ötlet abból merült fel, hogy volt olyan érdeklődő, aki szeretett volna befektetni, meg is nézte az önkormányzat tulajdonában lévő területet, viszont azt tapasztalt, hogy semmilyen burkolt úton nem lehet megközelíteni, nem rendelkezik közművel, és gyakorlatilag ilyentől kezdve már nem is érdekelte a területet. Így ezzel a topos lehetőséggel, fejlesztési lehetőséggel, pályázattal viszont ezt meg tudtuk valósítani, és azt gondoljuk, hogy azt reméljük, hogy így nagyobb eséllyel tudunk indulni. A beruházás összességében 110 millió forintba került. Az iparfejlesztési elképzelések mellett a település legnagyobb gondja a vízelvezetés kérdése. Erre is megszülettek az elképzelések. Rövid távon legfontosabbnak azokat tartom, azokat a fejlesztéseket, amiket már megpályáztunk, és tudjuk, hogy sikerült megnyernünk. Viszont az előkészítése még vissza van, ilyen a csapadékvízelvezetés. Idén sikerült megnyernünk, jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése folyik. A műszaki ellenőrt, közbeszerzőt már megversenyeztük. Megversenyeztettük, tehát megvannak az erre hivatott személyek, és tervénk szerint jövő áprilisában indulhat a kivitelezés is. Az eredménye a két olyan utca, ahol problémát okozott már több ízben a csapadékvíz, illetve annak az elvezetésének hiánya. Ezt próbáljuk orvosolni egy burkolt mederrendszerrel, és azt az önkormányzat tulajdonában lévő befogadóba fogjuk bevezetni, ahol pedig különböző műtárgyakkal próbáljuk a részben megtartani, illetve szabályzott keretek között tovább engedni. A megtartása talán azért is fontos, hiszen az előbb említettem, hogy a kultum tekintetében problémát okozott a vízellátás, és tavaszi, illetve kora nyári időszakban a mezőgazdasági szükséglet, ami mondjuk esetben vegyszerezést jelenti, az a település vízfogyasztásának szerintem egy harmada legalább. Hogyha azt már mondjuk tudjuk biztosítani egy év más forrásból, annyival könnyítünk a saját ivóvíz rendszerünkön. Mert hogy Szakcsomba is lajtkocsi hordja a vizet. Történt, hogy tönkrement a település egyetlen ivóvízkutya. Jelenleg a kormányzat segítsége alapján 35 millió forintot nyertek az új kút kialakítására. Jelenleg ott tart a fejlesztés, hogy a kút megfúrásra került 165 méter mélyen, és a következő két hét pedig a teljes gépészet kiépítése, illetve rendszer beállítása megtörténik. December 20 a céldátum, tehát mondhatnunk azt, hogy karácsony ajándékként saját ivóvizet tudunk inni, reméljük, hogy nagyon egészségesebb. A település temetőjének ravatalozója egyházi tulajdonban van. Egy római katolikus egyház községünk is sikeresen tudott pályázni Magyarfalus pályázati lehetőségben. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a ravatalozó temetők felújítására kiírt 2020-as felhívásra nyertes pályázatot tud benyújtani. A ravatalozó tekintetében a fejlesztés teljes belső burkolat cserét jelent, a vakolatjavítás, festés, külső nyílászárok, külső festés, egy új vizesblokk kialakítása,
a vizes blokk elérhetőségét szolgáló járda építése és eszközbeszerzés. A Szakcson működő idős otthon 28 lakóját ez idáig sikerült megvédeni a vírusjárványtól. Ám a napokban COVID-pozitív lakót mutatott ki a teszt. Akármennyire is próbáltunk kitartani, március volt, amióta megjelent a COVID Magyarországon, elért bennünket, úgyhogy az idősek otthonában találtak sajnos pozitív bentlakót, és emiatt úgy döntöttünk közösen, hogy az otthon dolgozói közül 7 fő beköltözik az intézménybe, és egészen a karantén végéig ott teljesítenek szolgálatot. A vírushelyzet a település konyháján dolgozók számára is a karantént jelenti, így 10 napig nem lesz ilyen ellátás a faluban. A jövőről szólva Récsei Gábor azt mondja, továbbra is folyamatosan pályáznak majd minden lehetséges alapra, mert a nagyszámok törvénye alapján sok pályázatból nagyobb forrás gyűjthető be a tervek megvalósítására.